hamarosan egy kézilabdapálya áll majd. Andorka Gábor, a Bonyhádi Evangélikus Gimnázium kollégium és általános iskolai igazgatója azt mondja, a sportolni vágyók és a diákok számára ideálisak lesznek végre a körülmények. A kézilabda a gimnáziumban és az általános iskolában is mindig egy fontos sportág volt, szívünkhez nagyon közel álló, de hát nem csak a kézilabdázni vágyó és szerető gyerekek, hanem az ide járó több mint 550 kis lurkó is örömmel fogja majd birtokba venni a pályát reményeink szerint. A Magyar Kézilabda Szövetség 6. alkalommal írta ki a pálya felújítási programot, ezek van beltéri és kültéri pályák is, és mi most egy kültéri pályát nyertünk meg, és ígéretünk van, majd egy strand kézilabda pálya, egy úgynevezett zöldmezős beruházás, amikor még teljesen szűz terület lenne a sportolásra bevonva. Ez az összeg egy kb. 52-53 millió forintos beruházásról beszélünk most. Kerság Tamás, az iskola testnevelő tanára és a Bonyhádi Önkormányzat Humán Bizottságának elnöke úgy véli, ráfért már a területre a felújítás. 40 éve is nagyjából ugyanígy nézett ki ez a sportudvarunk. Ez nem azt jelenti, hogy a mindenkori fenntartó nem tett meg mindent azért, hogy szinten tartsa és fejleszte ezt a sportudvart, de a lehetőségek nem olyanok voltak, mint most a 2010-es években. Ez a betonos pálya, ez többször le lett marva a felső rétege, és újra lett aszfaltozva, a salakos futópályánkat is többször felújítottuk, leszedtük a felső réteget, és új salakborítást kapott. 2020. január 10-én fedeztük fel azt a lehetőséget, hogy kézzel a szövetség pályázatot írt ki, és attól kezdve igazgató úr vette át az irányítást és a szervezést. Ennek a pályának a felújítása, ez nagy mértékben beleillik abba a koncepcióba, ami Bonyhádon folyik, és ez nagy mértékben köszönhető a mai kormánynak, aki kiemelt ágazatként kezeli a sportot. Ha belegondolunk, hogy néz ki jelenleg a gimnáziumnak az udvara és az atlétikai centrum, majd ezt követte a uszodánknak a teljes körű felújítása. Pár évvel ezelőtt adtuk át a sportcentrumunkat, és még hivatalosan nem is tudtuk átadni a veszélyhelyzete való tekintettel a lenti városi sportpályát. És ez lenne a következő olyan lépés, ami bizonyítja azt, hogy Bonyhád város mindig a sport mellett volt. Itt a pályán azért meg kellett említeni az egyháznak a szerepét is, mert egyházi, evangélis egyházi iskola vagyunk. Az iskola vezetése ígéretet kapott, hogy hamarosan forrás érkezik a strand kézilabdapálya kialakítására is.